lezártuk a beadványozást, ez reggel 8 óra 30 perckor ez befejeződött. Kedden reggel adta be a Paks 2 Atomerőmű ZRT az Országos Atomenergiai Hivatalnak az új atomerőmű létesítési engedélykérelmét. Ezt Csüli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be a Paksi Társadalmi Tanács ülése után. Nekünk azokat a követelményeket kellett, megfelelést kellett bizonyítani, amit a nukleáris biztonsági szabályzat előírt, amit bel a szerződésbe előírt követelményeknek, hogy megfelel a blokk. Tehát ez a beadványozás arról szól, hogy műszaki, biztonsági, környezeti, telephely minden vonatkozásában a blokk tudni fogja azt, amit elvárunk tőle. A hatóságnak mostantól 15 hónapja van arra, hogy a kérelmet elbírálja, és ha mindent rendben találnak, akkor 2021. szeptemberében a főépület létesítési engedélyt kaphat. Paks 2 munkatársai hónapokon keresztül, tavaly őszóta dolgoztak a műszaki mellékletekkel együtt 283 ezer oldalnyi dokumentáció összeállításán. A mérnöki mellett nagyon komoly fordítói munkára is szükség volt az iratanyag kidolgozásakor. Mivel a tervező az zömébe orosz nyelven, a munkanyelv angol nyelv, és a hatóság pedig magyarul kéri be a dokumentációt. Azt is el lehet képzelni, hogy nem csak műszaki apparátus kellett ez a mennyiségű dokumentációnak az elkészítéséhez, hanem rengeteg fordító, de olyan szakfordítói tudás is, ami folyamatosan nyomon követte a változásokat. Szeptembertől a Paks 2 munkatársai tájékoztató fórumokat tartanak majd az atomerőmű környezetében található 47 településen, ahol az építkezéssel kapcsolatos minden kérdésre válaszolnak, de már most is elérhetőek azok a beruházást bemutató tájékoztató füzetek, amiket a vállalat honlapján bárki megtekinthet.